Ha a stratégiai játékok rajongói vagytok, jó eséllyel már hallottatok a tavaly szeptemberben megjelent Iron Harvestről, sőt, már végig is játszottátok. A Skytar játék alternatív Dieselpunk világában játszódó RTS olyan volt a műfaj rajongóinak, mint egy falat kenyéréhínség idején. Leginkább az első Company a Firozra hajazó játékmenetével, hatalmas mekáival és érdekes történetével már önmagában maradandó élményt nyújtott, ám a fejlesztők megígérték, hogy a megjelenést követően folyamatos, rendszeres támogatásban fog részesülni. Ennek keretein belül a számos multiplayer pálya és a kampányok kooperatív végigjátszási lehetősége mellett megjelent két DLC is. Ezeket szeretnénk most bemutatni nektek egy kicsit részletesebben. Az első a tavaly decemberben megjelent Rusviet Revolution. A Skyt világának egyik egyedi vonása, hogy a játékbeli első világháború során Oroszország megfelelőjében Rusvietben sosem volt forradalom. Az ország az 1920-as években még mindig a cár és az őt szinte bábként irányító Rasputin kezében maradt. Ám az alapjáték eseményeinek hatására a forradalom megindul, ezt mutatja be a Rusviet Revolution, mely egy új, az alapjáték után játszódó 4 pályás kampányt tartalmaz. Sajnos rövidségéhez hiába társul egy baráti 4 eurós árcímke, a Rusviet Revolution inkább csak azoknak a veteránoknak való, akik nem csak végeztek már az alapjátékkal és kiéheztek a további kihívásokra, de szkíjeiket is mesteri szintre fejlesztették. Ugyanis a kis DLC pályái kimondottan nehéz helyzetekből állnak, limitált erőforrásokkal, melyek leküzdéséhez nem árt, ha már az eredeti 3 kampány végére értünk. Más a helyzet a május végén megjelent új kiegészítéssel, az Operation Eagle-lel, mely egy komplett új frakcióval, egy 7 pályából álló új kampánnyal és számos egységgel bővíti az alapjátékot. Némileg árcímkéje is borsosabb, ám a Spellforce 3 kiegészítéseihez hasonlóan egy standalone DLC-ről van szó. Ha az alapjátékot nem is birtokoljuk, az új kampányt végigjátszhatjuk, mindössze az alapjáték tartalmaiból kell beérnünk Polániával, tőlük is csak kampányuk első 5 pályájával. Az új frakció Uszónia a Skyt világában az Egyesült Államok megfelelője, akik a történet szerint szigorú elvek mentén kimaradtak az őket közvetlenül nem érintő fegyveres konfliktusokból. Kampányuk lényegében annak a története, hogy a gazdasági nyomás hatására hogyan voltak kénytelenek változtatni ezen az elven, és brutális hadigépezetükkel beszállni az Iron Harvest konfliktusába. Az Operation Eagle kampányának egyik legjobban eltalált eleme az, ahogy görbetükörképet állít mind az amerikai hadviselésnek, mind a militarista propagandának, mellyel hősies megmentőként próbálják beállítani magukat. Rögtön az első küldetéseink lényegében alaszkai olajkutak visszafoglalásából állnak Rusviet erőktől, miközben tulajdonegységeink is számos megjegyzést tesznek, hogyha az uszóniai iparmágnások az olajbányászati jogok mellé magát a földet is megveszik, az egész konfliktus elkerülhető lett volna. Az Uszónia által kínált legjelentősebb újítás a légiegységek megjelenése, melyeknek hála egyúttal a meglévő 3 frakció is több légvédelmi opcióval gazdagodott. Ugyanakkor ez nem tudja megfelelően ellensúlyozni a DLC legnagyobb hátulütőjét, hogy ezek a légiegységek meglehetősen brutálisra sikerültek. Uszónia kezdeti egységei között már egyből olyanok találhatóak, mint a játék fedezék rendszerét automatikusan hatástalanító lángszórósok és az ejtőernyővel szinte bárhová ledobható gyalogság. Illetve cepelinek, melyek képesek akár rögtön az ellenfél hátába kerülni és a rommá bombázni a bázisukat. Ehhez társul, hogy a mesterséges intelligencia meglehetősen nehezen használja ki az új légvédelmi lehetőségeket, egyes mekák és egységek pedig egész egyszerűen védtelenek az égből záporozó támadások ellen. Ennek hála Uszóniával mind a mesterséges intelligencia elleni skirmisek, mind a kampány missziói lényegesen könnyebbnek érződtek. A folyamatos támogatás összképébe pedig némileg belerondít, hogy sajnos pont az alapjáték olyan problémái nem kerültek kijavításra, mint az itt-ott felbukkanó apró bugok, az egységek problémás útkeresése, valamint a fedezékrendszer kisé nehézkes használata. Ennek ellenére a 2 DLC még így is elért nálunk egy kellemes 78%-ot, beszerzésük pedig ajánlott, ha az Iron Harvest esetleg eddig is tetszett nektek. De az Operation Eagle akár még egy olcsóbb bevezetésként is jó, mielőtt lecsapnátok az 50 eurós alapjátékra. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy ne maradjatok le további tartalmainkról sem. Ha pedig szeretnétek többet megtudni az Iron Harvestről és a DLC-ről, akkor látogassatok el a PC Guru oldalára a leírásban található link segítségével. Ezúton is köszönjük a figyelmeteket, tartsatok velünk legközelebb is!